arról beszéltünk, hogy azért elsősorban az OSC-n fog múlni az, hogy mennyire tudjuk szorossá tenni a mérkőzést. Hát nem sikerült szorossá tenni, sajnos azt azért elmondhatjuk, az első negyed után nagyon szétnyílt a meccs, hogy láttad? Nehéz, én azt gondolom, és ezt nyilatkoztam, hogy sokkal több volt ebben a mérkőzésben. Ugye azzal tudott az OSC elmenni tőlünk viszonylag gyorsan a másik negyedben, hogy a helyzeteinket nem lőttük pontatlanul. Én azt is tudom, hogy nem könnyű ezeket jól lőni, főleg azután, amilyen ugye fizikális terhelést kapunk ezzel a nagyon szoros emberfogással. Azt tudtuk, hogy ha az OSC jól játszik, akkor nem igazán van esélyünk. Maximum megszorítani, de ahhoz nagyon jó teljesítményt kell nyújtani. Ma ez nem sikerült, én azt gondolom, a helyzeteink megvoltak. Ha ebből egy picivel többet lövünk be, és akkor kevesebb gólt kapunk a másik oldalon a kontrából, akkor tudtuk volna szorosabbá tenni a meccset. A Barabás Boti nagyon jól védett újra ellenünk. Én azt gondolom, hogy megyünk tovább, nekünk nem ebből a meccsből kellett 3 pontot szerezni. Dolgozunk sokat, tanulunk ebből, és megpróbálunk minden héten egy picit jobban és jobban játszani.